December második hetében adták át a külsőleg és belsőleg egyaránt felújított mini Manó óvodát Tiszavasváriban. A beruházást csaknem 300 millió forintból valósították meg Európai Uniós támogatásból. A város önkormányzatának emellett az előző évben elnyert zöldváros program kialakítása volt a legfontosabb feladata. Ennek egyes elemei már elkészültek, a munkálatok jelentős része azonban 2022-ben valósul meg. Egy 86 férőhelyes parkolót fogunk kialakítani, műfős facipálya épül, igazgatási épületek fognak épülni a műfős facipálya körül, aztán a kerékpárutat újítottuk fel, útfelújítás lesz benne, és a találkozások házának egy részleges felújítás, ilyen energiahatékonysági rendbetétele fog megvalósulni. Ez volt az egyik legfontosabb projektünk, hiszen ez egy 2016-os úgymond mentett pályázat volt, és ezt teljesen át kellett dolgozni a szakembereknek, újra kellett gondolni, hiszen a költségvetési szempontok is közre játszottak, hogy nem mindent tudtunk megvalósítani úgy, ahogy azt terveztük volna, de aztán a pontos és jó szakmai munkát követően sikerült egy olyan projektet elindítani, ami mindenki megelégedését fogja szolgálni. 2021-ben Tiszavasváriban számos rendezvény volt, szeptemberben pedig a megyenapi ünnepséget is itt tartották. A helyi akciócsoport és a civil szervezetek is aktív szerepet vállaltak a közösségi események lebonyolításában, ezekhez több millió forintos támogatást kapott a település. Az önkormányzat egyik legfőbb célja, hogy ne csak a rendezvények, hanem a fejlett infrastruktúra és a színvonalas szolgáltatások is ide vonzák a turistákat. Elkezdtük felújítani a Tiszavasváry úgynevezett csónakázótó környékét, szintén hacsos pályázatból majd egy kilométer hosszúságú rekordtámpáját építettünk, lecseréltük az ottani világítást LED-es korszerű közvilágításra, és megvalósult két fedett filagória, úgymond főzőhelynek a kialakítása, ahol majd a jövő esztendőben már a tiszavasvári környékbeliek vagy az ide látogatók tudnak akár szalonnát sütni, főzőcskézni, baráti társaságokkal összejönni, és esetleg a sport mellett egy hétvégét eltölteni. A város polgármestere hozzátette, számos pályázat van jelenleg előkészítési fázisban. Mint mondta, 2022-ben több mint 2 milliárd forint értékben valósulnak meg fejlesztések egy egyedi kormányzati támogatás segítségével. Ebből a 2 milliárd forintból több mint 750 millió forint jut majd útfelújításokra, gyepmesteri telep kialakítására, belvíz és csapadékvíz rendszerek kiépítésére, valamint orvosi rendelő építésére. Már folyamatban van Tiszavasvári fürdőjének fejlesztése, ahol rövidesen egy 50 szobás gyógyszálló kialakítását is megkezdik, ez szintén egy 2,5 milliárdos támogatás eredményeként jön létre.